Lehetőségünk nyílt meglátogatni a Las Vegasban működő SuperNAP adatközpontot, amely már ma is a világ egyik legnagyobbja, és a folyamatban lévő fejlesztések végeztével egyértelműen a világ első lesz. A Switch vállalat által üzemeltetett adatközpont hatalmas komplexumába már bejutni sem egyszerű. Többszörös biztonsági ellenőrzés, fényképezkedés előzi meg a belépést, és az első pillanattól az utolsóig golyóálló mellénnyel géppisztolyjal felszerelt ex-tengerész gyalogosokból álló biztonsági különítmény figyelte minden lépésünket. Az adatközpont sematikus ábrája is jól mutatja a komplexum hatalmas méreteit. A mostani 38 ezer négyzetméter bővítése ráadásul már folyamatban van, összesen 205 ezer négyzetméteres lesz a SuperNAP végleges változata. Odabent egymástól jól elkülönítve vállalatok, kormányzati szervek, ipari létesítmények, pénzintézetek adatközpontjai, szerverfarmjai találhatóak. Egyes kiemelten kezelt területekre csak az űrhajókhoz hasonló zsiliprendszer segítségével lehet bejutni, mivel ezek a hőmérséklet és páratartalom tekintetében teljesen izoláltak. Érdekes, hogy a SuperNAP annyira kiemelt fontosságú intézményként szerepel az amerikai ipari és közellátó létesítmények listájában, hogy egyfajta második kategóriát kapott. Ez azt jelenti, hogy csupán a legmagasabb szintű állami épületek, például a Fehérház vagy a Pentagon élvez nagyobb prioritást. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy esetleges katasztrófa vagy háború esetén a SuperNAP fontosabb lenne, mint a közelben lévő kórházak vagy akár Las Vegas polgármesteri hivatala. A Switch hivatalos álláspontja, hogy a megszokott 99,999%-os rendelkezésre állás helyett a SuperNAP ténylegesen 100%-ot garantál. A hűtés terén például négyszeres redundanciát építettek be, a különböző levegő és víz alapú megoldások között automatikusan és azonnal vált a rendszer bármilyen külső körülmény megváltozása esetén. Ezeken a képeken az előbb említett teljesen izolált szerverek hűtési mechanizmusa látható. Jól elkülönített hideg és meleg utak biztosítják, hogy mindig elegendő hűtött levegő érkezzen, a felmelegedett levegő pedig minél hamarabb távozhasson a rendszerből. Az épület szélén sorban százas nagyságrendű hatalmas ventilációs nyúlványok sorakoznak, amelyek egyenként különálló időjárás figyelő állomásokkal vannak felszerelve, hogy azonnal váltani tudjanak a hűtési módok között. Áramkimaradás esetén összesen 140 megawatt teljesítményt biztosítanak a generátorok, egészen pontosan 50 tökéletesen izoláltan működő 2,8 megawattos dízelgenerátorról beszélünk. Ez pedig már az áramelosztó központja. Itt hármas redundanciával dolgoznak, a kék, piros és szürke egységek egy csoportba tartoznak. A kék hibája esetén a piros hibája esetén a szürke kezd azonnal dolgozni, biztosítva az adott központ folyamatos áramellátását.